Az ország leghosszabb múltú kiállításán minden eddiginél több, 904 kiállító vesz részt. Az őstermelők, kistermelők, kézműves termékeket előállítók egy-egy régió jellegzetes ízeit, termékeit mutatják be. A magyar mezőgazdaság rendkívül változatos, a legkülönfélébb ételeket tudjuk előállítani, hangsúlyozta az OMÉK megnyitóján a földművelésügyi miniszter. A mezőgazdaság termelése közel másfélszeresére növekedett az elmúlt 5 évben. Ez azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyorsabban fejlődő mezőgazdasága. Sok gonddal, problémával küzdünk, de megbirkózunk vele. A magyar gazdatársadalom bizonyította az elmúlt években, hogy a piaci hatásokkal is meg tud birkózni, és az időjárás kihívásaira is meg tudjuk adni a helyes válaszokat. Ez egy jó alap a jövőre nézve is. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, ahhoz, hogy a termelők ilyen jó teljesítményre legyenek képesek, a magyar állam jó működése is szükséges. Mi olyan magyar államot építünk, amely nem az idegen érdekeket képviseli a magyarok között, hanem a magyar érdekeket az idegen érdekek között, olyan államot, amely az ország teljesítményének növelésével erőforrása és nem tehertétele a nemzetközi együttműködéseknek, olyan államot, amely akár a magyar termőföldet, akár az Európai Unió határait egyaránt kész és képes határozottan és jogszerűen megvédeni. Varga Mihály nemzetgazdasági minisztere magyar gazdaság kulcságazatának nevezte a mezőgazdaságot. Egyben azt is hangsúlyozta, hogy a következő 20 évben az ipar mellett a mezőgazdaságnak is fontos szerepet szán a kormány a gazdaság fejlődésének megalapozásában. A további kiegyensúlyozott és tartós fejlődés érdekében a kormány az élelmiszer feldolgozó ágazatot stratégiai ágazattá nyilvánította, és elfogadta az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó stratégiát is. A stratégia alapvető célja az élelmiszeripar versenyképességének helyreállítása, elsősorban a stabil finanszírozás, az innovatív és hatékony vállalkozások támogatása, a szakképzés modernizálása és a piaci pozíció megerősítése révén. A rendezvényen élelmiszerdíjjal tüntették ki a Szatmári Konzervgyár Kft-t a magozott megybe főtt szamócával termékéért. A díjat Szórádi Sándor, a cég ügyvezető igazgatója vette át.